Á, de jó. Újra itt a Minecraftban. Hú, tényleg meg kéne a statisztikáimat nézni már. Régen olvastam utána. Csak meg kell találni, hogy hol. Options menü ennyi. És semmi más. Hát ez elég nagy fail. Nem lehet a filmenüből megnézni a statisztikákat, meg az achievementeket se? Tchú! Ezen majd csiszolni kell a jövőben. Sziasztok mindenkinek, Katamori vagyok, és Frakkal jelentkezem. Ő sajnos most nem tud köszönni, de üdvözletét küldi minden kedves nézőnek. Én pedig itt vagyok ebben a kis háznak nevezett kuckóban, ahol éppen tengetem a mindennapjaimat, új mindennapjaimat. És közben ki kéne menni, mert ahogy látom, az elég nagy az erdő. Úgyhogy újítottam egyébként a paintoli pakkon, kicsit nem egészen jött be az, amit eredetileg csináltam. Szépen visszaadtam a dirtnek a textúráját. És lassan bejön az éjszaka, úgyhogy lehet, hogy kimehetnék Frakkal vadászni. Csak hát, ezt inkább hanyagolom. Tudjátok miért? Mert mielőtt felvettem ezt a videót, volt egy pár percnyi alkalmam játszani még a Minecraft-tal, és egy másik völgyön szereztem kettő farkast is. És tudjátok, rájöttem valamire, amit iszonyatos módon elrontottak a farkasokkal kapcsolatban, ez pedig az útvonalkeresésük, a tájékozódásuk. Valami rettenetes, komolyan mondom. Egyszerűen... Á... Esküszöm, fogok egy zsíros kenyeret, ledobom a tizedikről, elhajítom, az jobban tájékozódik a levegőben, mint a farkasok néha az úton. Frak mondjuk ő lyuk, úgyhogy ő tud tájékozódni. Legalábbis eddig úgy tűnt. Úgyhogy vele nem akadtak ilyen jellegű problémáim. Ja, illetve azt elfelejtettem említeni, a tervem az, hogy a portáltól egészen idáig építek egy utat Cobblestone-ból és Hearthstone-ból. Aztán ezt hogy valósítom meg, azt még nem tudom. Azt sem tudom igazából, hogy most mi a bánatot csináljak. Lehet, hogy fel kéne törtetni végre az emeletre. És még gyakorlatilag sem szereztem mindig, úgyhogy hurrá! Többször felhívtátok egyébként a figyelmet, hogy soha nem használom az iránytűt. Úgyhogy azon is kell majd jövőben változtatnom. Hogy azt többször preferálom bizonyos helyzetekben, mint ahányszor szoktam. Na jól van. Frak, felkelni. Akkor már nem leszek smucik és megmutatom, hogy hogyan kell éjszaka harcolni a szörnyekkel. Csak hát ahhoz ki kéne fákjázni az erdőt, hogy lássam is, mi támad, mert különben eléggé nem fair play. És onnan is jelent egy skeleton. Nem ő, most az egy creeper. Creeper a holdfényben. Úristen! Á. A kutyáknak a farkán meg lehet nézni azt, hogy milyen egészségi állapotban vannak, minél lejjebb lógatják, annál rosszabb a, annál kisebb a HP-jük, és olyankor meg kell őket etetni. Rájöttem arra, hogy a nyers malac hús egy kalap szart nem ér, annyira minimális mértékben gyógyítja fel őket. Zombi a magaslaton, és zombi itt is. Beleütök, és akkor hűséges kutyán Frak rá is támad, csak közben öngyilkos akcióval leugrál a hegyről is. Aj. Hát azért nem vittem volna, hogy egy kemény 3 perces akció keretében végeznek szegény Frakkal. Pláne egy zombi. Amikor épp arról akartam esélni, hogy a skeleton sem tesz akkor akár bennük. Egyszer találtam egy skeleton spawnert, és
két farkasom úgy legyalta a skeletonokat, pedig egy egész hadsereg volt. Valami 6 darab. És az már Minecraftban elég soknak minősül, higgyétek el. Tehát... elég érdekes a farkasok, és nem hibátlanok. Látta egyébként valaki a legutóbbi videót? Amiben beidéztem Totó videójából? Totó egyébként roppant jól végzi a munkáját szerintem. Na jó, ezt így konkrétan nem tudom, mert nem ez a munkája, de amit láttam a videói közül, azok egyszerűen páratlanul zseniálisak. Tehát jóval nagyobb nézettséget is érdemel, mint én. És ezt így őszintén kimerem mondani. Úgyhogy nézzétek meg a channeljét. Ki is tettem egyébként a YouTube profilom főoldalára. Creeper! Hú. Ez felélte egy Fire in the Hole kiáltással szinte. Creeper gyakorlatilag egyértékű azzal. És itt van még egy farkas. Te leszel frog 2, honnan elég csontom rá. Remélem, hogy ez a kettő elég lesz. Ah, igen, láttam valakinek a videóját, lehet, hogy kutya volt az, meg a... nem tudom már mi volt a neve, de ő egyetlen csottal meg tudott szeretíteni egy kutyát. Mondom, elnézte a jó büdös. Ez akkor nem lesz az enyém. Egyébként azon gondolkodtam, hogyha véget fog érni a kalandom Romulus-on, tehát megépül a minecart hálózat, akkor talán még játszok egy-két videót, és Romulus-t elhagyván készítek egy poén gyűjteményt valami klassz zenére, amiben bevágom a sorozatom eddigi kb. 50 videójának. Nem, hülye vagyok, nem volt az még 50. De szóval bevágnám a sorozat valahány videójának legjobb beszólásait. Kezdve az ilyenekkel, mint a jaj ne, a második videóból. Meg állítólag nekem nagyon tetszett, amikor énekeltem, hogy süss fel nap, fényes nap, és belehörgött a zombi. Ilyenek. Szóval voltak itt vicces dolgok. Már azért csinálom egy ideje a sorozatot. Egészen pontosan január 1-én kezdtem el. Talán másodikán. Csak nem tudom, mi a halál van ezzel a Minecraft-tal. Már annyi időre akad, de most hosszabban. Na mindegy. Nem akadályoz meg abban, hogy elmondjam azt, amit akarok. 10-20 részt mindenképpen tervezek még itt elsütni. Valamint hát... mit kéne még mondanom? Mi érdekesebb? Ja igen, a képeket visszaváltottam Moné festményeire. Valahogy így a Minecrafton belül megfogott ez az impressionista téma, mert élőben nem vagyok ezek a képek. Persze hát ez is ízlés kérdése. Nem, hogy valakit érdekel egyáltalán a művészet, mondjuk engem rohadtul nem, azt hozzá kell tennem, de ezek a képek egész jól megállják a helyüket ezen a grafikán, meg úgy amúgy is. Elszoktam már a régi képektől. Hó! Ezt lehet, hogy láttam igaziban is, de nem biztos. Ho-ho-ho! Istenem! Annyira imádom ezeket a farkasokat, komolyan mondom! Imádom ezeket a farkasokat. Nagyon jók. Imádom. Kész. Nagyon jó. Tegye fel a kezét egyébként, aki nézi a jogkesztet. Beszéltem már róla párszor, egyszer még egy videót is belinkeltem. Simon és Louis, ők a ugye a valaha legjobb. Na jó, ez itt kicsit túlzás, de
akkor fogalmazunk inkább úgy, hogy gyakorlatilag ők a legnépszerűbbek a Minecraft gameplayesek közül egész YouTube-on. Ja, akkor ma felderítem a síkságot, vagy mi az rétet, hogy nevezzük azt. Szóval aki nem ismerné a jogkezdet, annak mondom, hogy Simon és Louis a két alkotója, akik Minecraft és más gameplayeket is csinálnak, többek közt WoW-ban is. És hát roppant népszerűek, szerintem a YouTube-bal pénzes kapcsolatban is állnak, mert nem tudom miért, de valahogy úgy érzem, úgy tűnik. És hát a jelenleg futó fő Minecraft sorozatuk a Israföl árnyéka, nagyon kreatív, már 20 résznél tart és jártak már 3-4 városban, vagy tudja a fene. Azért vannak vicces dolgok is. Egyszer volt, azt hiszem még Mistral City mellett, amikor ásták a földet, és akkor így elkezdte énekelni Simon, hogy I'm a dwarf and a digging a hole, diggy diggy hole, I'm digging a hole. Azon szakadtam, de nem csak én, hanem a fél YouTube rölgött rajta végig. Külön videókat, meg remixeket is csináltak rá, úgyhogy nagyon jó. Aztán amikor megvolt a 300 ezer subscriberük, akkor Simon beöltözött egy törpnek, Louis vette kamerába, és akkor úgy ezt énekelte, és közben beletúrt a virágágyásba ott kint, a lakásban. Visszagondolva az oltár jó volt, de amúgy is. Egyébként akit érdekel, fennvannak Facebookon egyenként is. Szóval lehet őket lájkolni. Én többször is lájkolnám őket, a lehetséges. Hagyjuk ezt, olyan csúnya szó. Na csak. Van egy ilyen érdekes képzőműjött a tengeren. Tetszik. De ez még jobban, olyan, mint egy kráter. Húha, lehet, hogy itt vannak meteorok és becsapódnak. Azok keltenek ekkora lyukakat. Most őszintén nézzétek már meg, ez nem olyan, mintha becsapódott volna ide valami. Csak nem idegenül, ha jó, az biztos, de... Ilyen szabályos képződményt nem láttam még a Minecraftban, pedig én már megértem egy más dolgot, higgyétek el. Meg ott van egy egészen tág barlang. Au. Ha jól látom, akkor azon a dombon átvezet. Tetszik itt ez a hely. Ilyen szírszerű kis tengerparti, tengeri képződmény. Lehet, adok neki nevet. Az mi volt? Skeleton. A jó édes kurva anyátokat nem öltem már eleget? Már elegem van belőlük, hát mondom, egy egész hadsereget legyilkoltam már korábban, mert még most is egyet-kettőt. Na mindegy. Ennek a helynek kéne valami nevet adni, mert nagyon szép. Kár, hogy nincsen nálam tábla. Ezért külön World Bench-et, mert nem fog kreálni, úgyhogy azt felejtsétek el. Szerintem ennek a helynek legyen a neve, mondjuk, mit tudom én, Ezüstpart. Igen. Egész tág kis tengerpart, mert ide tök jó le is lehetne feküdni és így csak így ülni, malacokkal, napozni, kurva felhőségbolton, de napozni. Szép. Úgyhogy akkor Ezüstpart. Ezt a malacot meg itt meghagyom Benkőnek. Úgyhogy következő részben akkor sziasztok. Vagyis a következő részig.